Köszöntöm Önöket, Staféta című magazinunkat látják. Szent Márton születésének 1700 éves jubileumi évfordulója előtt kíván tisztelegni Kinyó Kósza Zsolt, méghozzá oly módon, hogy a mai nappal kezdődően 40 nap alatt végig sétál a Szentről elnevezett Európát átívelő kulturális útvonalon. Nem csupán azonban erről, de eddigi rekordjairól, élményeiről, valamint új kihívásokat jelentő céljairól is beszélgettünk a rekorderrel, aki nemes egyszerűséggel csak annyit mondott kalandjairól, idézem, az út talál meg engem, én csak nyitott vagyok rá. Én azt gondolom, mindenképpen benne van valamilyen szinten az, hogy kicsit feszeges a saját határait, mert másokat legyőzni nagyon könnyű. De amikor az embernek önmagát kell minden nap legyőzni, vagy minden pillanatban legyőzni, hát az igazi küzdelem tud lenni. És hát úgy hozza az élet, hogy 10 évvel ezelőtt alapvetően megváltozott az életem, és azt gondolom, hogy ennek egy nagyon jó lezárója lehet egy zarándokút. És így már régen olvastam róla, hogy létezik a Camino, bár akkor még nem volt ennyire elterjedt sem Magyarországon, sem sehol, hogy zarándokút legyen. És én olvastam még Shirley MacLaine-nek a könyvét, majd utána kicsit jobban utána néztem, és úgy gondoltam, hogy akkor hajrá. És elindultam erre a Caminóra, hogy oda kimenjek. Hát teljesen vakon. Igazából nem tudtam, hogy mi vár rám. Meg tudtam szerezni egy kis könyvet, ami úgy nagyjából beosztotta kilométereket, lehetőségeket. 800 kilométer, hát nem kis teljesítmény. Hogyan lehet felkészülni egy ilyen útra? Mik a legfontosabb eszközök, vagy akár a fizikai állóképességedben, amit meg kell teremteni ahhoz, hogy el tudj indulni egy ilyen hosszú útra? Hát alapvetően én azt gondolom, hogy nekem nagyon jó alapot ad a karate. Azért most már az idén 30 éve, hogy csinálom, ez egy nagyon nagy alap. Ez mindig vissza lehet nyúlni, mind mentálisan, mind fizikálisan, de egy ilyen útra nem lehet felkészülni. Tehát lehet itt mondani hatalmas recepteket, hogy fú, csinálja ezt, meg fussja ennyit, meg ezt fejbe dől. Nem lehet. És mi az, amit magaddal viszel egy ilyen útra? Tehát nyilván van azért egy alapfelszerelés, amivel nekivágsz. Gondolom fontos az, hogy milyen bakancs kerül a lábadra, mi az, ami nálad van, hogyan készülsz fel arra, hogy mit fogsz enni, hol fogsz aludni? Egyre kevesebbet. A legelső utamon megpakoltam bőven a zsákot, és azt gondoltam, fú, nekem mennyi minden dolog kelleni fog. Aztán rájöttem, hogy ennek fele se kell. Más lesz az embernek egy ilyen úton az értékrendje, és sokkal kevesebb minden elég lesz arra, hogy a hétköznapokat meg tudjunk élni, mert nem az a fontos, hogy most minden nap új pólót vegyek fel, hanem sokkal fontosabb az, hogy mit élek meg az úton, vagy mit látok az úton, vagy milyen emberekkel találkozok az úton, vagy milyen táj fogad az úton. Tehát ez sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy mi a felszerelés. Persze nagyon fontos egy bakancs. Egy bakancs az egy kardinális dolog, mert hogyha az embernek sebb lesz a lábán, hát onnantól kezdve azért sokkal csibészebb még a gyaloglás is. Lekopogom, nekem nem volt ez idáig ilyen komolyabb probléma, bár azért volt egyszer, de akkor azt úgy átidaltuk. Egy bakancs nem ilyen extrém kihívásokra van megtéve. Én azt gondolom, hogy 2000 km max, amit ő úgy tud, és utána lehullik az ember lábáról, elkopik nullára. Nagyon sok túraruházó azt mondja, hogy fú, figyelj, vidd az enyémet, ez a tuti. Nem ilyen extrém kihívásokra vannak kitalálva ezek a felszerelések, tehát ilyen tapasztalat útján, rájelzés útján lehet kiválasztani, én azt gondolom, meg sokat kell kérdezni azokat, akik ilyen úton voltak. Az El Camino után jött egy újabb teljesítmény túra, méghozzá a Kinizsi 100. Miért volt ez olyan különleges? Mit jelent pontosan ez, hogy Kinizsi 100? Hát a Kinizsi 100 az egy nagy misztérium. Pestről indul, régen Szálligetig, most Tatáig megy, 100 kilométer, ennyi. 24 óra, és mindenki úgy megy, ahogy akar. Nem nagyon lehet nekiállni, feküdni, nem nagyon lehet pihengetni. Azért, hogyha normál, mondjuk egy 5 kilométeres kilométer per órát számolunk, akkor azért 20 óra minimum. És azért az éjszaka is kell gyalogolni. Hát a legelsőnek azt hiszem, ilyen 23 óra volt, hogy végiggyalogoltam. Nem egyszerű, nagyon tud fájni, pláne inkább a végén. De hihetetlen élmény, ahogy mondjuk egy 1000-2000 ember elindul egy adott etapon. Ennek is három szakasza van, a leghosszabb ugye ez a 100-as, és vannak olyan emberek, olyan idős emberek, akik időzze ebbe azt az időset, akik mondjuk 25-ször már legyalogolták a 100 kilométert, és minden évben ott vannak, és ott vannak a Gerecse 50-en, és azért itt keresztül kell menni a Pilisen, itt keresztül kell menni a Gerecsén,
itt fejlámpa éjszaka fel, és gyerünk tovább, és egy frissítőállomás, és menjünk tovább. Hihetetlen élmény. Én azt mondom, hogy mindenki, aki tud, menjen el egy ilyen túrára, mert zseniális nagy emberekkel tud találkozni. A túrák mellett Guinness rekord is kapcsolódik a nevedhez. Mi volt pontosan ez a rekord? Hát rekordok. Egy kicsit meghíztak. Hát a legelső az még 2007-ben volt. Régen, ugye Kassai Lajos, én azt gondolom, pláne, hogy itt a Lovasi Jász film is levetítődött, elég sokan most már tudják, hogy ő ki. Én őt szerencsésnek mondhatom magam, több mint 20 éve már ismerem, és én ott olvastam az ő oldalán, hogy volt egy Poletti nevezeti úriember, aki a 24 óra alatt lőtt 17.341-et, vagy valami ilyesmit. És akkor én azt gondoltam egyszer, hogy hát milyen jó lenne, hogy hát mégiscsak ne egy olasz, hanem egy magyar tartsa. Igen ám, csak hogy amikor elkezdtem lőni, akkor egy ilyen 300-at lőttem egy óra alatt, és akkor, hogyha felszoroztam, akkor rájöttem, hogy hát fényévtávolságra vagyok még a 10.000-től is, hogy nem, hogy az ő rekordjától. És ott az élet azt szépen elkezdte hozni, hogy akkor kétszerre váltottan, 25-öt többet egyre nem érdemes lőni, mert akkor már a veszély fognak sérülni, és nem tudják időben kihozni, mire én a másikkal elövöm, és akkor egy 90 fokos eltéréssel lett két cél, és itt szépen felépült ez a rendszer, és lett 16 segítőm, ugye célonként 2-2 plusz a váltás, plusz egészségügy, plusz, tehát hogy ezt normálisan meg kellett szervezni, pályát kellett építeni ehhez, és pont azért 18.016 az új rekord, mert a 16-tal előttük akartam tisztelegni a segítőim előtt, és mégis 20 és fél óra alatt leadott és talált lövések száma az megdöntötte az ő rekordját. Hát egy nagyon nagy élmény volt, de igazából nem azt gondolom, hogy egy rekordnál az az élmény, hogy persze az is nagy élmény, hogy én ezt meg tudtam csinálni. Kitűztem egy célt, meg tudtam valósítani. Sokkal nagyobb élmény az, hogy kijöttek és megnézték, és azok az emberek ezt átérezték, hogy kik voltak az őseink, átérezték, hogy ők miket tudtak. És ezáltal akkor, amikor akár a himnusz, vagy akár itt a honfoglalás betétdala volt a záró, hát az, hogy én sírtam, na ja, azt szokták mondani, hogy győztesnek szabad. De ott a többi ember is ezt átérezte, és ugyanúgy meghatódtak. És én azt gondolom, hogy az a 400-500 ember, aki ott kint volt, ezt az egészet, aki ezt így végiglátta, ezt a küzdelmet, ez volt számomra az igazán nagy élmény. Persze az is tök jó, hogy be van jegyezve, hogy akkor most egy 10 éves rekord megdőlt, de én azt gondolom, hogy ez fontosabb. Jó néhány ezer kilométer már a lábaidban van, nem csak túrák alkalmával, hanem hegymászások alkalmával is. Több ezer kilométer, vagy egy több ezer métert meghódítottál már. Mi ad erőt ahhoz, hogy végigcsinálj egy-egy ilyen utat, hiszen sokszor fizikai fájdalom, kimerültség van jelen. Hogyan tudsz ezeken túllépni, illetve te sokszor egyedül vagy, mi ad erőt ahhoz, hogy befejezd és tovább menj és megcsináld? Igazából nagyon jó az, hogyha kitalálok valami őrületet, akkor ezt meg tudom csinálni. Tehát nem merül fel bennem a kétségese annak, hogy például én emlékszem, amikor mondtam, hogy én a Kilimandzsáróra el akarok menni, akkor mindenki mondta, hogy Dilifleknis vagyok, és hát na jó, hát még sétáltál, jó, jó, na de azért hegy, hát még előtte, hát a Kékes. Tehát egy komoly tapasztalattal rendelkeztem, magasságból abszolút zéro, és én azt gondoltam, hogy én ezt meg tudom csinálni, és meg tudtam csinálni. Nem azt mondom, hogy könnyű volt, pláne így a mai fejemmel nézve, hát eléggé vakrepülés volt ez az egész, de hogyha most azt mondjuk, hogy 5895, az hol van mondjuk a Klein Dávid 8000 méter fölötti, vagy az Erős Zsolt 14-ből 10-8000-eshez képest. Tehát én ahhoz képest csak ilyen kis bucka hátra másztam fel. Jó ténykérdés, 5000 fölött az levegő oxigént tartalma már fele. Tehát azért nagyon sokan vannak, akik visszafordulnak, vagy nem bírják, vagy különböző problémákkal küzdenek. Nekem, hál' Istennek, van egy ilyen mentális, akár fizikális adottságom, ami keresztül tud segíteni. És a legfontosabb az, hogy ha kitűzök egy célt, akkor nincs kétségem afelé, hogy én ezt meg tudom csinálni. Fájni fog, azt tudom, de az nem arra ösztökél, hogy abba hagyjam, hanem hogyha nem bírom, akkor inkább még jobban hergelem magam, hogy már csak azért is. Ha meg valaki azt mondja, hogy nem, mint ahogy már előfordult, hogy valamelyik túlemről azt mondták, hogy nem, akkor mondtam, na akkor most kell figyelni, és akkor hajrá.
Nagyon sokféle az érdeklődési köröd, ugye az íjászattól a hegymászásig, barlangászáson keresztül nagyon sok minden érdekelt téged, és sok mindent kipróbáltál. Honnan jött az ötlet ezekhez? Mindig bekopogtak. Sose én találtam meg az utat, ő talált meg engem. Erre egyik legjobb példa, hogy 2009-ben ugye 30 éves volt a másfél millió lépés Magyarországon. Hát én azt gondolom, hogy az idősebb korosztály ezt tudja, hogy ez a film mi, és hogy ennek volt egy folytatása, még egy millió lépés, majd a gyalog és keréken, vagy valami ilyesmi, az Alföldi kék túra. És amikor ezt elolvastam, akkor hát ez most 30 éves. Hát akkor menjünk. És akkor gyors szervezés, és már indultunk. És akkor erről is készült egy film, ugye 4,5 millió lépés Magyarországon, mert én 2622 kilométert mentem 50 nap alatt, és itt is jött a stáb, próbált interjút csinálni, hol sikerült, általam hol nem, azért meg voltam halva néha, azért voltak pontok, amelyek nagyon nehezek voltak. Hihetetlen élmény volt. Tehát én azt gondolom, hogy hazánkban is annyi csodálatos hely van, hogy el kell menni mindenkinek, és meg kell nézni. De hangsúlyoznám, hogy az út talál meg engem. Én csak nyitott vagyok rá. Nagyon sok helyen jártál már a világban. Van-e esetleg bármi olyan élmény, vagy olyan különleges esemény, ami megmarad benned? Rengeteg olyan esemény van, persze, mert az emberben megmarad, de én inkább azt mondanám, hogy tanítások maradnak meg. Amikor például egy 72 éves néni az egyik szálláson 62 éves barátnőjével minden nap 20 kilométert megy. Minden nap 20 kilométert lesétál, mosolyog, vidám, jókedvű. És vele a szálláson, amikor beszélgettünk, akkor mondta, hogy hát nem itt leszünk öregek, hanem itt fent fejben. És amikor én azt gondolom, hogyha eltűnnek a vágyak, eltűnik a motiváció, leszegjük a fejünket, és opálossá válik a szemünk, akkor meghal a lelkünk. Akkor onnastól kezdve mi értelme? A fiatalos lendület az el fog tűnni belőlünk, és ha az eltűnt, akkor a fizikális test az teljesen le fog pusztulni ezáltal. Tehát muszáj, kell. Én nem azt mondom, hogy mindenki menjen sétálni, hegyet mászni, barlangászni, vagy bármilyen dolgot. A hétköznapi csodákat is olyan, hogy meg kell élni. De fontos, hogy legyenek vágyaink. Fontos, hogy legyenek célok, akár rövid, közép és hosszú távak, mert máskülönben az életünk egy őrült taposó malommá válik. És neked milyen céljaid vannak még? Hová szeretnél eljutni? Hát most a legközelebbi cél, ugye június 8-án indulok a Via Sancti Martini Szent Márton Zarándok útra. Ez Tourból indul, ez Párizs alatt van. Majd le az Alpokon keresztül lélek Milánóba, majd onnan Velence, Ljubljana és Magyarországon. Ez majd 1800-2000 kilométer közötti út, kérdés, mennyiszer fogok eltévedni, és ezt 40 nap alatt szeretném abszolválni. És ezen kívül vannak esetleg még távolabbi céljaid, amit szeretnél megvalósítani? Na ja, persze, hogy vannak. Van ami legközelebb hozzánk áll, az a Los Angeles, Chicago, New York 5200 kilométerre. Hát nem én rajtam múlik, hogy így fogalmazzak. Hogyha lesz valaki, aki úgy gondolja, hogy ez az őrült pali mögé be kell állni, és hinni fog abban, hogy én ezt meg tudom csinálni, én tudom, hogy meg tudom csinálni, akkor ez az út létre fog jönni. Nem én rajtam múlik, hogy mikor. Azt tudod-e, vagy számon tartod-e, hogy hány ezer kilométer van a lábaidban? Nagyságrend, tileg. Hát gazdagon 10 000 fölött vagyok már. És mi a cél, mi az, amit szeretnél elérni? Hát a legtávolabbi cél az, hogy a földet körbe tudjam sétálni. Illetve azt nem merném kijelenteni, hogy minden földrész legmagasabb pontjára eljutni. De mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy és természetesen úgy, hogy a vulkanikus hegyekkel együtt, ugye ebből kettő már ki van pipálva, most ha januárban az égek is úgy akarják, akkor jön Dél-Amerika a legmagasabb vulkanikus és a legmagasabb pontjával, az már 6965, tehát az már egy elég csibész magasság lesz. És ugye utána még Ausztrália az viszonylag könnyen elérhető, meg Észak-Amerika is, bár az már McKinley azért az már csibész. És akkor a két utolsó lenne az Antarktisz és az Everest, bár az Everest mellett ugye ott van Iránban a legmagasabb vulkanikus. Hát majd látjuk, hogy én mire leszek elég. Igyekszem minél messzebbre eljutni. Itt a fizikai teljesítmények mellett van egy másik teljesítmény is, méghozzá egy könyv is megjelent általad. Milyen könyvről van szó, és mikor jelent meg? Ez még 2008-as, úgyhogy már nagyon sok élmény bennem van, hogy én bízom benne, hogy decemberben meg fog jelenni az újabb. A címe az, hogy Csend hangja.
a megjelenőnek, az előtte lévőnek pedig Kósza. És azért Kósza lett a címe, mert ez úgy összefoglalta globálisan azt, hogy én mi vagyok. Hát ezt nem mondom, hogy útkeresésről szól, inkább egy sajátos világnézetről. És igyekeztem nem az irodalmi nyelvezetet használni, hanem ahogy én beszélek. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy nagyon jól rektorált, mindenhol nyesett könyv legyen, hanem egy olyan legyen, ami egy élményszámban megy, egy könnyen olvasható dologgá váljon. Tűnjön úgy, mintha tényleg velem beszélne. 1920. június 4-e egy meghatározó dátum Magyarország történelmében, hiszen ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot, vagyis kényszerszerződést. Magyar forrásokban ugyanis gyakran így nevezik ezt a dokumentumot. A békeszerződés előzményeiről, az akkori körülményekről és az országos és egyben európai helyzetről, illetve arról, hogy pontosan mit vont maga után a trianoni békeszerződés, a Kalocsai Visky Károly Múzeum igazgatóját kereste fel magazinunk. Romsics Imre a trianonhoz köthető kalocsai érintettségre is kitért. Most ennek a riportnak az első felét láthatják. A trianonról röviden nagyon nehéz beszélni, nem csak azért, mert néprajzkutatóként nem úgy látom ezeket az eseményeket, mint mondjuk egy történész, hanem másrészt azért, mert egy nagyon nagy traumája Magyarországnak ez a békediktátum, másrészt pedig nagyon hosszú előzménye van, és nagyon hosszú következménye van magának trianonnak, tehát magáról trianonról csak beszélni nem lehet. De mégiscsak ennek a lényege az, hogy a vesztes első világháború után egy 2 éves béketárgyalás folyik Párizsba, amire nem hívják meg a központi hatalmakat, akik elveszítették a háborút, és nem hívták meg Oroszországot, ami érdekesebb, ugyan tudjuk ebben az időben, hogy egy szocialista forradalom zajlik, és egy egészen más világnak a fölépítése zajlik Oroszországban, de azért mégiscsak annak az országnak egy nagyon nagy befolyása volt arra, hogy a központi hatalmak végül is nem tudják megnyerni a háborút, bár az is igaz, hogy a cári Oroszország abba bukik bele, ebbe a háborúba bukik bele, minden esetre Oroszország se kap meghívást. Ez a mi számunkra nem olyan nagy tragédia, ugye nagyobb tragédia, hogy Magyarország nem lehet ott a trianonban, a párizsi béketárgyalásokon, hiszen a fejünk fölött döntenek nagyon súlyos kérdésekbe, és hogyha megnézzük magát a trianoni szerződést, akkor azt kell mondani, hogy ilyen súlyos békediktátuma soha nem volt azelőtt és azóta se a világnak, amit Magyarország érte. Ugyan az utolsó esztendőben, 1920. januárjában meghívják Magyarországot, gróf Aponyi Albert elmondja Magyarországnak a problémáit, kéréseit, pontosabban azt kéri, hogy népszavazást írjanak ki az elcsatolandó területekön, hogy nézzük meg, hogy a lakosság mit akar, ezt elutasítja. Ez a párizsi béketárgyalás, és így adják át nekünk a békejegyzéket, ugye 20. június 4-én írjuk alá ezt a jegyzéket, ami elszakítja Magyarországtól a területének a 2/3 részét, ezt azt gondolom, ezt mindenki is, mert ugye 282 000 négyzetkilométer Magyarország terület, amiből 93 ezer négyzetkilométer marad. Ugye a lakosság 17 millió fölött, 17,2 millió a lakossága, és akár 7,5 millió marad a megcsonkított országhatáron, de ettől sokkal súlyosabb, hogy a kintmaradó népességnek 1/3 magyar ajkú, sőt azt kell mondani, hogy a magyar ajkú népességnek több mint a fele közvetlenül az újonnan kialakított határok mellett van, tehát nem törvényszerű, nem volt törvényszerű, hogy elcsatolják ezeket a népeket. Hogyha ránézünk geográfiai szempontba térképre, akkor viszont azt látjuk, hogy azért itt húzzák meg a határt, mert itt vonul körbe egy olyan vasútvonal, amin az Antant hadserege föl tud vonulni Magyarország ellen. Ebből egy ponton van Sátorolja Hújhelynél egy kis kitüremkezés, ott belép ez a vasútvonal a mai Magyarországra, és ki is lép. Ennek megvan az oka, ugye ez regénybe illő, ebből most hagyni, ebben mondjunk erre történeteket. Tehát magyar ezt a vasútvonalat váltják le, és hogyha én néprajzkutatóként nézök erre a történésre, akkor azt kell mondanom, hogy ez a nagyon nagy tragédiája a mai Magyarországnak is, hiszen ha belegondolunk, a második vonalbeli városainkat leszakítják az országról. Ez azt jelenti, hogy Budapest mellett nincsen a maradék országban egy olyan város, ami ellensúlyt képezhet a fővárossal szembe. Így tessék gondolni Pozsonyra, Kassára, Temesvárra, Kolozsvárra,
Szobotkára, és hát mondhatnám Zágrábot is, de Zágráb ugye Horvátország része, tehát az nem része a magyar koronának, tehát Zágrábot csak úgy kicsit halkan említem meg ebbe sorba. Tehát a városok kiesnek. Kiesik a vasútvonal. Tehát az a problémás útszerkezet, amit a mai napig mondunk, hogy Magyarországnak terhes, hogy van Budapest, és sugarasan mennek ki az utak, ez igaz a mai országra. De amikor kiépül akár a közút, akár a vasúti rendszer, akkor két gyűrű köti össze ezt a sugarasan kiágazó rendszert, mind a kettőt leszakítja a Trianon. Tehát ez a közlekedés szempontjából problematikus. Problematikus gazdaság szempontjából. Ha megint a geográfiailag gondolok rá, azt mondom, hogy még egy olyan egészséges szerkezetű állam, mint Magyarország nem létezik, hiszen magas hegyek vették körül, utána középhegyek vannak és belül alföld. Tehát egy gazdaság fölépítésre legideálisabb állapot. Sőt, ha még azt mondom, hogy az összes vízünk kintről befelé érkezett. Tehát nem érkezett idegömbő, jó, a Duna ugye belép a Kárpát-medencébe és majd kilép, de az összes mellékvíz az a mi vízgyűjtő területünk. Tehát tudtuk kezelni a vizeinket. És ezt nem akarok belebonyolódni a gazdaságba. Tehát egy számos problémát, gazdasági problémát okoz a társadalmi problémájunkon kívül Trianon ennek az országnak. Tehát összeomlik a gazdasága, összeomlik a közlekedése, összeomlik a társadalma. Tessék azt elképzelni, hogy itt van az akkori politikai elit a fővárosba Budapesten, és a birtokaikat itt leszakítják. Innentől kezdve bárki nem mondhatja azt, hogy a két világháború között Magyarország bűnösen revizionista politikát folytat, de mi más lehet tenni? Tehát ez természetesen meghatározza a magyar politikának a mozgásterét, és beletorkolik a második világháborúba, de ez törvényszerű. És hozzá kell tenni, hogy ennek se biztos, hogy azt kell mondani, hogy Magyarország az oka annak ellenére, hogy a saját hibáinkat, bűneinket természetesen meg kell látni, és ezt értelmezni kell, meg kell értenünk, hogy tudjunk a mai világban létezni. Tehát mégiscsak egy olyan diktátum, amikor egyszer meg se hallgatják az érveinket, az ugye nem eredményezhet azt, gondolom mást. Most, hogyha a kalocsai ügyekre is visszatérünk, hiszen a kérdésben ez benne volt, akkor megint kicsit bonyolult a helyzet. Hiszen ha 1919-re gondolunk, amikor az őszi rózsás forradalom után járunk, ugye 18. október 31-én az őszi rózsás forradalom után, ugye Károlyi Mihályt nevezik ki miniszterelnöknek, egy szociáldemokrata berendezkedésű állam van, tehát mondjuk azt, hogy egy polgári irányultságú kormánya van Magyarországnak. És ez a néhány hónapja regláló kormány megkap egy VIX-jegyzéket, aminek a lényege az, ugye már ez is a párizsi béketárgyalásokról érkezik, hogy a román és a magyar hadsereg között elképzelnek egy demarkációs vonalat, jobban egy semleges területet képzelnek el. Ennek a keleti vonala tulajdonképpen az a vasútvonal, amit az előbb említettem, ugye a mai Románia területén, a nyugati része pedig a mai Magyarországnak a tiszántúli területein vonul. Most ezt ma a magyar kormány, a Berinkei kormány nem fogadja el, de nem tud mit csinálni, egy politikai vákumba került Lemond. Tehát március 20-án a Berinkei kormány Lemond, és nem marad más, mint átadják a hatalmat a kommunistáknak, akik akkor börtönbe ülnek. Tehát Magyarországon nincs egy olyan típusú kommunista forradalom, mint Oroszországban. Tehát egyszerűen a polgári kormány a trianoni diktátumok hatására, ekkor még párizsi diktátumról beszélünk hatására, egyszerűen lemondásra kényszerül. Elindul a tanácsköztársaság, ami néhány hónap után egy tehát katonai erővel próbálja visszafoglalni a megszállt területeinket. Ugye az északi offenzíva az sikere is jár eleinte, ugyan túlsúlyban vannak, jobban erőfölényben vannak a csehszlovák csapatok, de Stromfelda úr él, aki minden híresztelés ellentétben az osztrák-magyar monarchiának a katonája, katonatisztje. Tehát ő a hadseregnek a vezérkari főnöke, ugye egy olyan taktikát választ, hogy sikerre zajlik az északi területöknek a visszafoglalása, egy Kassa, Bártfa, Eperjes visszafoglalják a vörös hadseregnek a katonájai, és akkor újra érkezik a Clemenceau által, aki az Antantnak a budapesti delegátja, érkezik egy jegyzék, amiben azt követelik, hogy Magyarország
vonuljon ki az északi területekről. Ezt ugye nem fogadja el a tanácskormány, és ugye ez júniusban történik, június elején, június közepén érkezik a második Clemenceau jegyzék, amikor azt ígérik, hogy ha visszavonul az északi területekről a vörös hadsereg, akkor kiürítik a Tiszántúlt. Ezt elfogadja a tanácskormány, június 20-án, 24-én elkezdik kiüríteni a területüket, de a Tiszántúl soha nem szabadítja föl az Antant, és itt érünk rá Isten igazából kalocsára. Mert tessék elképzelni, hogy a román hadsereg, ugye franciák támogatásával Tiszánál vannak, a Dunánál van a másik határ, északról kivonjuk a hadsereget, tehát tulajdonképpen Bács-Kiskun megye az a terület, ami a tanácskormány rendelkezik, innenkül a hadsereget élelőmmel ellátni, innenkül katonákkal ellátni, és hát ebbe az időbe indul el az a gatyás háborúnak nevezett valami, ami a Kalocsa környéki parasztok lázadnak föl a tanácskormány ellen, és hát szeretném jelözni még azt is, hogy júniusban vagyunk, aratás ideje. Tehát nem elég, hogy katonát akarnak vinni, nem elég, hogy élelmet akarnak vinni, aratni kell, és nincs munkaerő. Tehát elindul a kalocsai gatyás háború, és hát ennek a következménye, hogy megjelenik Samueli Tibor, és történik, ami történik itt a múzeummal szemben a Bergönye fákon, ahol felakasztanak, ugye 24 embert szoktunk mondani, 16-ot akasztanak, és 5 ember golyóval végeznek ki. Tehát ez a kalocsai történet. Tehát ezt azért így kell látni, és ha még talán az is hozzátartozik a kalocsai történetek igazságához, hogy itt nem egy kommunista polgári szembenállásnak a leszámolása zajlik, hiszen ha megnézzük a társadalmi státuszait a kivégzetteknek, akkor kiderül, hogy az érsekuradalmi jószág kormányzótól kezdve tanítóképzős tanáron, tanítón, iparoson, iparos segédön, iparoson köröztül, gazdagparaszt, szegényparaszt, kubikuson köröztül, cigányig és egy zsidó kereskedők bezárólag minden társadalmi rétegből kivégeznek egyet. Magyarul itt nem politikai leszámolás van, hanem demonstrálni akarja a tanácskormány, hogy itt nem lehet vitatkozni, mert hát tényleg körbe vagyunk ellensége, vagy élünk, vagy nem élünk. Ugyan nagyon sok, vagy nem sokára augusztus 1-én megbukik a tanácskormány, és elindul egy új világ, tehát kiderül, hogy ugye nem tudott mit kezdeni Magyarország ezzel a helyzettel, és hát ugye 1920. június 4-én alá is kell írnunk a trianoni békeszerződést, ami nagyon komoly diktátumot jelent, ugye nem csak a területüknek és a lakosságnak az elvesztésével, hanem jóvátételt írnak, előre foglalják a magyar államnak az összes vagyonát és az összes bevételeit, a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt kell adni a győztes hatalmaknak, és számos ilyen probléma van, a hadsereget ugye megtiltja 35 ezerbe, limitálja a hadsereget, az általános katonai hadkötelezettséget megtiltja, ellenőrök vannak Magyarországon, ami ellenőrzi, hogy betartja az ország ezeket a diktátumokat, vagy nem. Tehát nagyon nagy problémával, vesztesége tudja lezárni az első világháborút Magyarország. Hozzá kell azt is tenni, hogy mi egy államszövetségbe lépünk be az első világháborúba, ennek az okai, ugye nem beszéltünk, ez tényleg messze vezetne bennünket, ahonnan a külügyek nem a magyar kormány kezibe vannak, hanem az osztrákok kezibe vannak. Tehát Isten igazából nincsen ráhatásunk, bár hogyha a duális rendszert nézzük, valami módon lehetett volna befolyásolni külügyeket, de mégis valójában Ausztria az, aki a külügyek kapcsán ugye az országot beleviszi ebbe a háborúba, és talán úgy szoktam fogalmazni, hogy az életnek a legnagyobb igazságtalansága, hogy még Ausztria is területeket kap a valamikori Magyarországnak a területéből. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, amikor újabb érdekes riportokkal és témákkal, köztük a Romsics Imrével készült interjúnk második felét láthatják. Addig is látogassák Facebook oldalunkat, valamint honlapunkat, a www.kalocsatv.hu-t, ahol a műsoraink menüpont alatt a magazinjaink teljes adásait visszanézhetik. Viszontlátásra!